parti sávokban a tengeri kelkáposzta vagy Krambe maritima széles sávként jelenik meg, mintha vetettük volna. Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Óriási élmény volt itt a tengerparton. Először azt hittük, hogy a tátorján, a mi Krambe tatarikával, vagy tatarikunk, először azt hittük, hogy a Krambe tatarika a tátorján, ami lőszgepeinken előforduló csodálatos védett növényel találkoztunk, de nem, hanem egy testvérével, a tengerparti kelkáposztával, vagy a tengerparti tátorjánnal, a tengerparti Krambéval. Tessék megnézni, óriási, itt vannak a levelek. Már a 18. században tulajdonképpen az angoloknak köszönhetően termesztésbe vonták, és azóta is a szárát és a levelét, hát itt azért lehet látni. De igazi, igazi retekszerű levél, szárnyél. A levél lemez, valóban, mintha egy jól becsúszott káposzta levele tenni. Csodálatos. Kihúztam egy példány, lehet látni a gyöktörzsét is. Nagyon szép, világos színű, erőteljes. De kicsit tormaszerű. Mert tudom, hogy az őseink a Krambe tatarikának a gyöktörzsét megőrölték és tisztít használták fel. Nézzük meg akkor most a virágzatot, a virágot és a termést is. Bár előre vetítettem, hogy egy keresztesről van szó, hiszen tengerparti kelkáposzta, a tengerparti tátorján. Közelebb jöttünk és megnéztük a virágzó állapotot. Valóban egy keresztesről van szó, 4 szilomlevél, 4 hosszabb porzó, 2 rövidebb, tehát 4 főporzós. És ha látjuk a virágzatot, ez egy nagyon-nagyon összetett, sőt, ahol a terméses állapot van, még inkább egy sátorozó, többszörösen összetett fültről van szó, hatalmas nagy összetett virágzattal találkozunk. Mit várunk? A termés milyen legyen? Mivel keresztesről van szó, becő vagy becőke? Ebben az esetben inkább becőke, és most nézzük meg közelebbről. Egy olyan izgalmas keresztesről van szó, ahol becőke termés van, ez teljesen gömbszerű, és egymagú lesz, tehát hogyha most felpróbálom törni, benne mindössze egyetlen egy mag található meg. Vannak olyan elképzelések, hogy bizonyos keresztesnek nem is becőke termése van, hanem mak termése van. Most ebben nem szeretnék vitába szállni, de minden esetre egy rendkívül izgalmas növényről van szó. Tehát a tengeri kelkáposzta a puszta homok felszínből is ki tud emelkedni. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon remélem, hogy kicsit lázba hoztam mindenkit, hogy a tengerparti zónában nyugodtan kóstolja meg ezt a növényt. Köszönöm szépen! Attila, kóstold meg te is, hogy mit szólsz hozzá, milyen ez a levél? Csak én voltam ennyire elszállt, ugye? Én úgy érzem, hogy egy kicsit lágyabb, mint a káposzta, és ilyen kicsit keveredve a torma levéllel, de nem annyira erőteljes, nagyon kellemes. Finom? Köszönjük szépen!